MÁRCIUS 5. -e. VÍZTŐL ÉS LÉLEKTŐL Mai igénk a János Evangélium a harmadik fejezetének ötödik verse. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Az újjászületésben megváltozik az ember helyzete. Isten ellenségéből Isten gyermeke lesz. És megváltoznak a képességei is. Képes lesz Isten akarata szerint élni, mert Isten lelke vezeti. Akiket pedig Isten lelke vezet, azok Isten fiai, olvassuk a római levélben. A víz a megtisztulás eszköze. Ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerülhessünk, lelkileg meg kell tisztulnunk. De a bocsánatot nyert szív nem marad üresen. Isten megtölti szent lelkével, és így teremti egészen újjá a hívőt. Víztől, ez azt jelenti, elfordulok eddigi bűneimtől, Isten kezébe teszem le a múltamat. Lélektől, azt jelenti, odafordulok egészen Istenhez, az ő kezébe teszem a jövőmet, tudatosan az ő akaratának rendelem alá magam az újjászületés megtérés alkalmával uralom átadás történik. A víztől jelenti a bűnbánatot és bűnbocsánatot, a lélektől pedig a feltétel nélküli engedelmességet. Az újjászületett ember tudja, hogy miből és kihez tért meg. Aki egyiket sem tudja, annak még újjá kell születnie. Aki csak a bocsánatnak örül, de nem kezd el engedelmeskedni Istennek, annak befejezetlen a megtérése. Az újjászületés és a megtérés egyetlen esemény két oldala. Mindkettő Isten munkája. Nem szabad szétválasztani Jézus Krisztust és az ő szent lelkét. Aki befogadta Jézust, kapta az ő szent lelkét is, mert ez egyszerre történik. Legfeljebb nem tudja a hívő mindjárt, hogy mi mindent kapott Krisztussal. Az engedelmesség során majd felismeri, hiszen a hitben járás felfedezések boldog sorozata is.